A Gráci Botanikus Kert időszaki kiállításainak mintájára a Kámoni Arborétum először 2022-ben adott otthont kortárs képzőművészeknek, hogy bemutassák válogatott alkotásaikat. A most hétvégén nyílt szabadtéri tárlat címe Elferdített világ. A művészek a Falkó ZRT által rendelkezésre bocsátott furnérlapokat felhasználva készítették el alkotásaikat. Ugye a művészek szempontjából ugye ez az elferdített világ, vagy ferdesík ugye a kiállításnak a neve, ahol a saját elképzeléseiken alap, vagy a saját elképzeléseik szerint ugye mutatják be azt az elferdült világot, amiben mi ma élünk, háborúk, környezetvédelmi kihívások, stb. Tehát ez a kiállításnak a fő üzenete. A kiállítást Nemény András nyitotta meg. A harmónia megteremtésének van egy kiváló eszköze. Ez a művészet, és talán ezért is vagyunk most itt. A művészet az, amelyik képes felhívni a figyelmet a valóságra úgy, ahogy van, tendőzetlenül, és néha sokkolóan. A tárlaton közel 100 alkotás foglalkozik napjaink társadalmi, környezeti, világpolitikai kihívásaival. Osztrák, szlovák, moldáv, bajor, iráni, német és persze magyar művészek részvételével. A különböző képeknek a témája az, hogy egy olyan ferde helyzetbe kerültünk, az lehet a szociális, de a gazdasági, a nemzetközi kapcsolatok, a háborúk, a művészetnek egy tényleg ferde állása, különböző irritációkat hoz ki az emberekbe, tehát ezt a témát fel lehet itt fedezni, hogyha valaki végigmegy ezen a kiállításon. Ez a montázs a szombathelyi kötődésű Pintér Zsuzsa műve, a háborúról szól. Egy feleség belekarol egy kabátba, és a kabátban nincsen senki. Tehát, hogy a férjének a helyén egy akasztó és egy kabát van, egy ilyen válfa és kabát, és mellette áll a kisfiú, a kisfia, akinek meg a fején egy katona sapka van, vagy katona fejfedő van. Na most ezt így egybe látni, ez elég döbbenetes, és azt gondoltam, hogy ezt kell a képemen megjeleníteni. A természet és a művészet összekapcsolódása gondolatébresztő, izgalmas esztétikai élményt nyújthat az érdeklődőknek. Az installációk egészen novemberig az Arborétumban maradnak. Jövő tavasszal a Gráci Egyetem botanikus kertjében is kiállítják a műveket.